szekszárdi labdarúgás mindig is jelölve volt a futballtérképen, de mint utánpótlás bázis is jelentős szerepet töltött be, mind a régió, mind a magyar futball életében. Több válogatott játékos került ki a szekszárdi foci berkeiből, akik innen indították a pályafutásukat. A férfi szakosztályban az U7-es korosztálytól kezdve a felnőtt korosztályig több mint 200 versenyszerűen igazolt sportolója van a klubnak. Az elmúlt években a bentmaradásért kellett küzdeniük a csapatoknak a bajnokságokon, most viszont Túri Zsolt edzővezetésével a középmezőnyben szerepelnek a megmérettetéseken. Az utánpótlás nevelés kapcsán, bár mindig mindent az eredményekben próbálunk mérni, de én azt gondolom mégis, hogy mi gyerekeket, embert, sportot szerető embereket szeretnénk nevelni. Persze a futball és a sport számára. Aztán, hogy kinek az életpályáját hogy tudjuk segíteni, és hova tud rajtunk keresztül eljutni, az majd az ő jövőjének lesz a kérdése. Mi próbálunk mind felszerelésekben, mind pályákban, mind szakmai tudásban a legtöbbet ehhez hozzátenni. Az UFC nem csak a férfi szakosztállyal ér el sikereket, a női futszál csapat is eredményesen méretteti meg magát bajnokságokon. A női szakosztály közel 100 játékossal dolgozik, az óvodáskorúaktól kezdve a felnőttekig. Idén a szekszárdi női NB2-es futszál csapat vezeti a bajnokságot. Amióta a Micskó Márk kapott tőlem egy nagy lehetőséget, illetve szabad kezet, és én ezt nagyon nem bánom. Azóta ő nagyon nagy vehemenciával építi a szekszárdi női szakosztályt, ami kezdetben csak futszálként indult. Most már a mai napra, vagy az idei évben már NB2-es felnőtt női futballcsapata is van a szekszárdi UFC-nek, illetve szekszárd labdarúgásának. Azt gondolom, hogy a Márk által végzett munka, illetve hogyha valaki egy kicsit figyeli a világsportját, akkor azért az látszik, hogy a női futball elég komoly teret kapott a sport, illetve a futball palettáján, és azt gondolom, hogy nagyon jó irányban haladunk a Márk vezetésével. Amit ki is emelnék, hogy az NB2-es csapatunk vezeti a bajnokságot, úgyhogy innen üzenek is az Egyesület elnökségének, illetve a város vezetésnek is, hogyha a csapat megnyeri a bajnokságot, de ha a második helyen végez is, feljutunk az NB1-be, és lehet, hogy a létesítményünkön további fejlesztéseket kell majd eszközölnünk, hogy megfeleljen az NB1-es feltételeknek. De én azt gondolom, hogy talán ha van eredmény, akkor a támogatás és a hozzáállás is jobb. Nagyon sok néző jár a mérkőzéseinkre, szeretik a lányainkat. Nagyon sok saját nevelésű játékos van, akik szekszárdiak. Én azt gondolom, ez megint egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy nem egy összevásárolt csapatról beszélünk. Szinte fillérekből működtetjük ezt a csapatot, és értünk el ilyen jó eredményeket. A szekszárdi klub 220 millió forintnyi TAO támogatást kapott, amiből fejlesztéseket szeretnének véghez vinni. A műfüves pálya burkolatát már kicserélték, ott folyamatban van a fényvető korszerűsítése. A sporttelepen található egy 12.000 négyzetméteres terület, ahol az edzések folynak, de versenyeket nem tudnak rendezni, mert nem minősített pálya. Itt is szükséges a világítás megújítása. Tervben van egy új élőfüves sportpálya létrehozása is, ami megfelelő lenne akár NB1-es mérkőzések lebonyolítására is. Kárpáti Zoltán elmondta, bízik benne, hogy a városvezetés és a sportközpont is támogatni fogja ezeket az elképzeléseket, hiszen a kivitelezők már készen állnak és csinálnák az élőfüves pályákat.